Hát szép jó ö, horgászós időt mindenkinek. E, most ugye nekem pont nem ilyen van, 24 órás szakadó eső, úgyhogy szoba peca. és ö, ha már szoba peca, ö, ugye mivel tengeri horgászat nálam a fő jellemző, úgymond csapás irány, tehát erről lesz szó és akkor ennek keretében szeretnék két fő irányát bemutatni a tengeri horgászatnak, vagy módszerét. Egyik, az itt mutatom a kamerába, ez a sorhorgos, sorhorgos módszer, és itt látható ugye basz, tehát tengeri sügér, makréla és polok, vagy polak, tehát ezek sorhorgos módszerrel jól fogható halak, és ezek az előkék erre a célra vannak kifejlesztve. A másik videóban mu mutattam ugyan a szerelék összeállítását, de itt van ábrával is illusztrálva, hogy hogy néz ez ki. Tehát itt látható, hogy hogy, hogy, helyezkednek el a sorhorgok, tehát akár öt horog is. A felső végén egy forgó ellátva, és a, a, az előke alsó ö, részén pedig egy ö, hurok, amihez, ö, vagy amibe, milyen mutatom, általában egy ö, ilyen, vagy ehhez hasonló formájú ö, ne. Ö, hogy is mondjam, nem is végólom ez, mert ugye ezt húzzuk a fenéken, tehát vontatni kell ezt a szereléket bedobás után, szakaszosan. tehát nem, nem stabil helyzetbe fog megállni a szerelék, hanem ezt, ugye, ezt folyamatosan húzzuk. Egyfajta pergetés ez talán, lehet mondani, de ehelyett a, a, a végólom helyett, vagy végsúly helyett, inkább mondjuk végsúlynak, bármilyen más formájú használható, én magam részéről az alakadások miatt, meg barkácsoló kedvem lévén akkoriban, ezelőtt pár évvel, egy ilyen egy oldalra lapított, hosszúkás szilva mag formájú rész hozalból készített füllel ellátott nehezéket sűjesztő, így van, nevezzük sűjesztőnek Tehát tulajdonképpen ez a, ez a tengeri sorhorgos horgászat egyfajta dropshot horgászat is. Le, tehát Olyan értelemben dropshot, tehát, hogy bedobjuk a csalit, és egy adott körzetbe tartjuk egy, egy, egy kicsit hosszabb vagy rövidebb ideig, akár, és akkor megmozdítjuk, és ezek a és mindenféle állathoz, apró rákhoz, halivadékhoz hasonló kis ö, csalik egyszerre mozognak a vízben, hatását keltve imitálva a, a, a harrajoknak, vagy a, ezeknek a kis rákrajoknak. Ö, ezek rengetegféle színváltozatba, formába, forma világba, tehát ez is például ö, tengeri horgászathoz készült, tehát ö, látjuk, hogy Sea rings. Ez makrélára nagyon bevált, illetve ö, például egy ilyen kivitelbe, ahol ilyen kis fluoreszkáló gyöngyök vannak felszerelve a horgok elé, egy ilyen, nem tudom, majd a, a, az effekt, a fényeffekt átjön a kamerába vagy se, tehát ilyen, ilyen ö, kicsit szivárványos, irizáló hatású, gyöngyházas fényű ö, sorhorgok, vagy tiszta fehér, zöld gyöngyökkel, tehát ezek mind, 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 ehhez a módszerhez használatos csalik, és mondom, tehát egy ilyen 30-tól 60 g-osig, tehát egy unciástól a, a kettőig, talán kettő és fél, de van, aki még hármasat is használ, ugye függően attól, hogy milyen messzire kell bedobni, Viszont ugye az, ott arra figyelnünk kell, hogy a nagyobb súly, ugye gyorsabb súlyedést is eredményez a csali használatnál, illetve a dobósúlyát kell megválasztani a botnak. Ez egy általam régebben e, ilyen sorhorgos használt, pecához használt bot, egy 240-es Michel bot, amiről azt kell tudni, hogy ez üvegszálas. És ennek a dobósúlya 15... 15-40 g, de ennél komolyabb út is, tehát ez 2,70 hosszú, akár 3 méter, vagy annál hosszabb ö, botokat is használhatunk ehhez a sorhorgos pecához, mert ugye maga a sorhorog, hogyha ezt lebontjuk, most én nem bontottam le a, a csomagolásról, ez olyan 1,20-1,50 hosszú, ö, tehát itt vannak rajta ugye a fülek, mutatom, tehát itt ez a köt a főzsinórhoz, ide pedig ráakaszható a, 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 végólom, vagy a sűjesztő más néven. Ugye 20 centinként vannak a horgok, van amelyik egy 6 darab horoggal szerelt, tehát az, az 1,20-as hosszúságú, plusz a alsó fül, plusz a felső fül, az már 1,50, tehát egy, egy rövidebb bottal, ugye ezzel nem tudunk boldogulni a bedobáskor, tehát, tehát, a három méteres bothoz az csak szükséges, meg mondom a megfelelő dobósúly, ehhez mérten az orsókat is kell úgy megválasztani, ezt, ezt a méretet, tehát ez egy 30-as méret, ezt már nem, nem igen használtam sorhorgos horgászathoz, legfeljebb abban az esetben, hogy ha rövidebb botot használtam kényelmi okokból, és a sorhorgokból kettőt levettem, tehát maradt fönt négy darab sorhorog, háromnál nem célszerűbb lejjebb menni a sorhorgok specánál, nem kelti azt az effektet. Tehát, hogyha ha egy csalit hagyunk fönn, annak, annak nem sok eredménye, nem sok látszata lesz sorhorgos specából. Kicsit túl van töltve a dob, illetve nem is, hogy túl van töltve, hanem vastagabb, mint ami erre, a dob, erre az orsóra célszerű lenne, mert ez egy 35-ös zsinór. Hát 30-asig a 3-4 a a horgossal lehet boldogulni, ha 5-6 sorhorog van fönt, akkor ettől nagyobb orsó, 40-es, 50-es orsó, vagy 4000-es, 5000-es orsó kell és mondom akár 3 méteres, 30, 120 g-os dobósúlyú bothoz is. Tehát ez egy pécielőke. Annyit még elmondanák a sorhorgos pecához, hogy, és akkor ezzel egybe át is vezetem a, a dolgot a, a másik módszerre, hogy a, az alsó fűrre, az itt alsó fűre tehetünk közvetlenül egy ilyen csalit is, egy pil, úgynevezett pilkert, ami mutatom a formáját, tehát egy ilyen 3-4 mm vastag, körülbelül 6 cm, 60 mm hosszú, hármas, végén hármas horoggal szerelt, forgókarikákkal, forgókapocsal és egy ilyen hologramos fényt, produkáló matricával ellátott, tehát ezt is föltehetjük a végére, makrélapecához is. Van hogy, van, hogy csak erre a, ka, a, a csalira kap rá például a makréla, a, a, a kisebb sorhorgokat figyelmen kívül hagyja, bár, ugye majd mondom, hogy ez hogy történik, tehát ugye megakad az első makréla, és rendszerint ekkora csalira már a makrélákból nagyobbia kap. És a maklérállal azt tudni kell, hogy, hogy ö, ö, csapatba, bandába ö, ö, vadászik kis harra, és van, hogy az első elkapja egy, egy nagyobb termetesebb darab ezt az alsó, tehát a, 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 a sorhorgok legvégén, tehát a, a szerelék legaján elhelyezkedő csalit, tehát ezt elkapja, és utána, hogy a támadásba levő raj, meglátva, hogy, hogy, hogy ott valamivel bíbelődik a, 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 bandanagy, a vezér, és akkor támadnak rá a, a többi sorhorogra, és egymás után az öt horog az így pang, 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 pang így megrakodik hallal. És ugye már, tehát akkor a pilkereknél tartunk, tehát ez egy másik módszer, ezt többször használtam eredményesen, ólom helyett. Itt, ez csak abban az esetben, mivel ez 40 g hogyha tudjuk, hogy csak kavicsos vagy homokos a mederajzat, nincs növényzet, nincs kő, és nem fog leakadni. Tehát ezt akkor érdemes használni, vagy, vagy nagyon mély a víz, és olyan mélységig ö, le tudjuk engedni biztonsággal, ahol nem akad el és akkor e, már át is tértem a pilkerekre. A pilkerekhez, e, e, tehát önmagában ez a csali is használható, csak kizárólag ez a csali e, horgászatra, tehát pergetésre, tehát sorhorgok nélkül, csak magába, valamilyen előkével esetleg e, föltéve, e, e, pergetésnél e, az idén, illetve tavalyi évben e, a hármas horgot e, Hát praktikus kiméleteség okokból átcseréltem egy ágú horogra, tehát a, a tavalyi vége fele, meg idén már csak ezzel a, a pilkerrel, ami hasonló fazonú, illetve van egy másik típus, ami majdnem ugyanez, de azért mégse, mert ha megnézzük, itt a, itt a pilkernek a vége, egyik vége, meg a másik vége, az egy kicsit hajlított. Kicsit hajlított. Ezáltal más, más, mozgást kap az egész. Tehát a, a teljes fazonja egy kicsit más. És ez 20 grammos, ez pedig 12 grammos. Tavaly ezzel volt, hogy egy nap körülbelül 40 makrélát akasztottam, de idén is volt ezzel a, a 20 grammossal szerencsésebb napon körülbelül 25-30 makréla a horgon, bár ebből csak azt hiszem 12-t sikerült a legszerencsésebb napon kifogni. Tehát sok lemaradt róla, de hát ugye megadjuk a halnak is az esélyt. Ebben az esetben a pergetéshez már egy valamivel könnyebb inkább light vagy ultralight, de még még nem egészen ultralight kategóriájú botot használtam. tavaly évben és ide idei is sikerrel. Ez egy Shakespeare bot, szénszálas 5-15 g-os, jellegzetes ezzel a modell markolattal, az osztott markolattal, egy Shimano 2500-as 2500 FX-HG, HG, pontosabban magyarul, jelzésű fémdobos orsó, amire fonodzsinór tettem föl. Ha már fonodzsinór, akkor beszéljünk a zsinórokról is. Tehát, míg a, a sorhorgos pecánál többnyire nem javaslom a fonodzsinórt, addig ö, ö, inkább a monofilakat, tehát ö, 25 és ö, akár 45-ös méretű, tehát dobméret, orsó és dobmérettől függő függően 25-ös, 40-es zsinórkőzű erőségű zsinórokat használhatunk a sorhorgos viszont a pergetéshez, ugye, tehát mint ahogy itt mutattam, egy ilyen színű, bár nagyon sok színben kapható, elég vékony méretű 007-es fonottat használtam. A másik boton, mindjárt mutatom, itt, itt, látható. Ugye ez, ez, már egy nagyobb orsó, ez egy 40-es, vagy 4000-es. Ez a, ez a zsinór található rajta, ami 008-as, 008-as, 3,6 kg szakító szilátságú. Ez azért jó, hogy, hogy nagyon messz, távoli dobásokat tudunk vele kivitelezni. És erre tettem föl, tehát itt már látható, hogy nem, nem, nem a fonott van fönt, hanem egy három méter hosszúságú dobó előke. Ez egy rövidebb bot, ez egy két, nem is, egy 95 méter, tehát szűk két méter ö, hosszúságú, ö, azt mondja, hogy 7,25 25 g dobósúlyú, és ez még üvegszálas bot, ö, nem nagyon ismert gocsa brand, tehát márkájú. De nagyon jó, könnyen kezelhető kis bot, kényelmes, nem túl nehéz ezzel csukázni, pergetni, jártam sokat a csatornára, és ezt ez szereltem föl ezzel az orsóval, és tehát nagyon jó dobhatók ezek a pilkerek, ezek a 20-12-20 egész 20, 40 gram súlyú pilkerekig, nagyon jó dobható, akár 100 méter közelébe lehet dobni. Hogyha ha nagyon távoli dobásokhoz ö, ö, ra van szükségünk, itt van egy másik ö, fonott ö, nálam, hát ezen, ezen minimális információ van, itt csak a, a, a széria ez egy 016 os azt hiszem, és ez több mint 5 kilót bír, tehát igen komoly masszív zsinór, ez is tengeri zsinór, tehát ez már, ez már bármilyen komolyabb halra is, tengeri akár kodra, nagyobb polokra, tehát az komoly méretűek, több tíz kilósra is megnőnek, használható eredményesen pergetéshez. Illetve ha már pergetés, és most még a pilkereknél, ez is egyfajta hasonló hologramos kis halutánzó pilker, ez 10 grammos. A a könnyű fonoginoros pergető felszerelése még ez is eldobható 70-80 méterre kényelmesen, a 10 g ellenére. De hát mondjuk nem szembeszél be. Tehát arra azért, meg, meg általában ugye a szembeszél, az, meg, vagy a túl szeles viharos időjárás, az nem kedvező a pergetésre több szempontból. Nem jönnek ki a sekély sekélyvízbe vízbe a, 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 az óvatosabb nagy halak, mert rájuk az veszélyes, könnyen oda dő, dőrenti őket a, a, a Uh, hullámzás a parthoz, a parti sziklákhoz, azért nem, nem, jönnek ki a sekély vízbe egy könnyen. Uh, és uh, a pergetés, meg uh, fonoginor, könnyű szerelék. Uh, idén ezzel a csalival is nagyon eredményes voltam. Ezt egy, ehhez egy véletlen során jutottam egy pi -pi piaci vásárláskor. Ez egy uh, Berkley's Powerbait, uh, ilyen apró kis uh, tehát ez is Saltwater, tehát tengeri csali, Shrug, Minov, tehát egyfajta hal utánzat, a Minov ugye ez egy halfajta, és ennek az utánzata, ezt raktam föl a, 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 a rabotra, tehát a, a, nagyon vékony zsinórral, egy, egy, mindjárt mutatom ezt is, egy ilyen fluorocarbon, 0,14-es, de viszont a szakító a 3,9 kg, tehát eléggé megbízható masszív zsinór, és ezt az 1 g-os piros fejjel tettem föl ezt a kis csalit. Hát ezzel nem olyan nagyon, tehát mit tudom 20-25 méter körül dobásokat lehet kivitelezni, viszont ez a csendes parcéli vizeken, a, a sziklás partokon Tartózkodó halfajokra. Nagyon jó csali, és, és idén először, tehát ilyennel is sikerült makrélát fognom. Tavaly ehhez hasonló csalival, bár sárga színbe, viszont kodott sikerült fognom. Ezek a gumicsalik, itt is van nálam egy, ez is tengeri csali, ez offset horoghoz készült, tehát az offset-horgos jigfe is a parti akadós, sziklás, köves részen ajánlott ezekhez a csalikhoz. Tehát, ö, kint pergetni már ugye ezekkel a pi nehéz pilkerekkel, ami itt látható, hogy ez, ez, ez 40 grammos, az kint a parti sziklák, köves sziklás részen nem, nem kifejezetten. Ott inkább javasolnám, mondom, a dzsigeket, gumifejjel, akár ilyen apró rákutánzatokkal, itt egy ultra light kategóriába tartozó, tehát már ilyen kétincses, fél grammos kis pici horoggal szerelt csali, ez inkább sügérfélékre, szíbaszra lehet jó. Nagyobb halakra, tehát kodra, polokra, mondom gumicsalikat, javasolnék. Itt van nálam egy dobozzal gumicsalikból is, amik pergetésre használatosak, illetve vannak kifejezetten tengeri woblerek is. Mindjárt mutatom. Tehát ez egy, egyfajta tengeri wobler. Hát nem tudom, itt, itt kevés az előforduló halfaj, tehát a polokkal még nem találkoztam, koddal, makrélával, és citrauttal. A citrauttra a pilkerek jók, a, a bemutatott fényes hologramos pilkerek, illetve kodra, kodra még az ilyen e, szilikoncsalik, amit e, hát e, a Magyarországon Viszonylatban csukázásra használunk, vagy sülőzésre, de ezek itt tengeri horgászatra például ilyen e, kodra, e, nagyon jó eredménnyel használható, vagy ilyen apróbb csalik is. Ha eszik a hal és étvágyánál van dagályba, a teliholdnál nem túl viharos időbe, akár az apró csalit is messziről észreveszi, kiszúrja és, és, rátámad. A nagyon rikító színű csalikat azt nem mondanám, inkább a természetes közeli sárga, halvány, fehéres, és még talán a narancsos színű, csalik azok, amik tengerre jók lehetnek. A jig fejet nem kell túlzásba vinni méretébe, csak a dobáshoz szükséges. tehát itt vannak, ugye, ami az ultralight, az egész pici csalikhoz egy grammos fejek. Na, tehát tavaly például ilyen négy centis passzív lárvautánzattal sikerült kodot is fogni kin a parcélbe. De még akár ez is eredményes lehet. Itt már viszont, tehát ez egy ilyen. Most nem, nem tudom, a márkáját, nem mondom meg, de ez már akár egy ilyen 4-5 grammos, egy ilyen offset összeállítással lehet parceli pergetéshez használni, ahol kövesebb, de tudjuk, hogy esetleg nagy hal előfordul. Vannak nálam ilyen csukamintás is, dolgok is, de tehát ez már nem nem annyira játszik tengeren. Vannak még ilyen tengeri, tengeri giliszta, logworm utánzatok is, tehát itt látható, hogy ez már egy már nagyobb 3,5 és fél grammos fejjel szerelt jig, bár ezt csukázni használtam, de a tengeren is kipróbáltam, tehát ilyen színes fejeket érdemes, jig fejeket tengeri pergetéshez, ettől nagyobb méretben is, akár 15-20 g-os is, 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 hogy a gumicsalit kellő távolságra be tudjuk dobni. No, hát ennyi a tengeri pergetésről, meg a felszerelésről. Hát nem tudom, hogy biztos maradt fönn még kérdés, majd kommentbe várnám a videó alá. Ja, igen, még egy dolog, hogy szintén még pergetés, vannak még Találhatok még a kereskedelemben ilyen, nem is tudom, hogy mondjam én ezt, ilyen hullámforma rá készített hát talán pilkernek mondanám otthoni nyelvezetben inkább ez kanálvillantónak tűnik vagy, vagy nevezett ezek is nagyon jók lehetnek lila, kék színbe ezek még makrérára beváltak, ezek is jól dobhatók, egy olyan 30-40 méterig, és ha jól tudom, akkor a, a polok is szereti ezeket a csalikat. Jó, hát most ebbe a videóban ennyi fér bele, mert aztán még ezt fel is kell töltenem, és ugye az lassan megy. Jó, hát mindenkinek jó pecát, jó időjárást, kedvező szeletés, jó légnyomást, szép halakat, görbüljön!